Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. A mi Urunk Jézus Krisztus kegyelme, az Atya Isten szeretete és a Szentlélek egyesítő ereje legyen mindnyájatokkal. Kedves testvéreim, örömmel gyűltünk össze itt a gazdagréti Szent Angyalok templomban a dicsőséges Szent Háromság megünneplésére. Ezen a vasárnapon, a pünkösd utáni vasárnapon, amely a legnagyobb hit titkot, a Szent Háromság titkát tárja elénk. Mi emberek, Isten képmások és a szeretet hordozói vagyunk, és ebben az adottságunkban tudjuk a földi világban, az emberi életünkben képviselni a Szent Háromságot, megvalósítani a szeretet egységét. A szentmisénket főpásztorunk szándékára ajánlom fel, de belefoglalom beteg, haldokló György testvérünket, akiért szerettei a mai reggel imádságot kértek. Vizsgáljuk meg lelkiismeretünket és bánjuk meg bűneinket, hogy méltóképpen ünnepelhessük az Úr szent titkait. Gyónom a mindenható Istennek, és nektek testvéreim, hogy sokszor és sokat végeztem, gondolattal, szóval, cselekedettel és csodasztással. Én igen nagy vétkem, kérem azért a boldogságos, mindenkor szentőbe lesz üzmányát, az összes angyalokat és szenteket, és titeket testvéreim, hogy imádkozzatok életben, Urunkhoz, Istenünkhöz. Irgalmazzon nekünk a mindenható Isten, bocsássa meg bűneinket, és vezessen el az örök életre. Dicsőség a magasságban Istennek. Nincs a földön végesség, a jó akaratú embereknek. Nincs őidőt élek, áldott élek, imádott élek, magasztalott élek. Oh.
atyánk, te elküldted a világba fiadat, az igazság igéjét, és a megszentelő szent lelket. Ezzel kinyilatkoztattad belső életed, csodálatos titkát. Ott, hogy az igaz hit megvallásával a Szent Háromság dicsőségét megismerjük, és a fölséges hatalmú egyistent imádjuk, ami Urunk Jézus Krisztus a te fiad által, aki veled él és uralkodik a Szent Lélekkel egységben, Isten mindörökkön örökké. Olvasmány Mózes 5. könyvéből. Mózes a pusztában ezt a beszédet intézte a néphez. Kutasd a régi időket, amelyek előtted voltak, attól a naptól kezdve, hogy Isten embert teremtett a földre. Vajon az ég egyik határától a másikig történt-e valaha ilyen nagy dolog? Lehetett-e hallani hasonlót? Van-e olyan nép, amelyik hallotta az élő Istent lángok között beszélni, ahogy te hallottad, és életben maradt? Volt-e valaha is olyan Isten, aki megtette, hogy egy népet kivezessen egy másik nép köréből? Megpróbáltatásokkal, jelekkel és csodákkal, háborúsággal, erős kézzel és kinyújtott karral, nagy csapásokkal, ahogy az Úr, a ti istenetek veletek tette Egyiptomban a szemetek láttára. Tudd meg hát, és vésd szívedbe, hogy fönn az égben, és lenn a földön, az Úr az Isten, senki más. Tartsd meg parancsait és törvényeit, amelyeket ma parancsolok neked, hogy jól menjen sorod, és majd utána a gyermekeidnek is, és hogy sokáig élj azon a földön, amelyet az Úr, a te Istened neked ad örökre. Ez az Isten igéje. Szent Lecke Szent Pál apostolnak a rómaiakhoz írt leveléből. Testvéreim, akiket Isten lelke vezérel, azok Isten fiai. Nem a szolgaság lelkét kaptátok ugyanis, hogy ismét félelemben éljetek, hanem a fogadott fiúság lelkét nyertétek el. Általa szólítjuk őt így, Abba, Atya. A lélek maga tesz tanúságot lelkünkben, hogy Isten gyermekei vagyunk, ha pedig gyermekei, akkor örökösei is, Istennek örökösei, Krisztusnak pedig társörökösei. Előbb azonban szenvednünk kell vele együtt, hogy vele együtt meg is dicsőjünk. Ez az Isten igéje. Istennek
veletek. Evangélium Szent Máté könyvéből. Abban az időben a 11 tanítvány elment Galileába, fel arra a hegyre, ahová Jézus rendelte őket. Amikor meglátták őt, leborultak előtte a földre. Egyesek azonban még mindig kételkedtek. Jézus odament hozzájuk, és ezt mondta nekik. Én kaptam meg minden hatalmat az égen és a földön, ezért most menjetek el, és tegyetek tanítványommá minden nemzetet. Kereszteljétek meg őket, az Atya, a Fiú és a Szent Lélek nevében. Tanítsátok meg őket mindannak megtartására, amit parancsoltam nektek, és íme én veletek vagyok minden nap a világ végéig. Ezek az evangélium igéi. Kedves testvéreim, itt gazdag réten a Szent Angyalok templomban és a televíziók mellett keresztény életünk egyik legnagyobb hittitkával foglalkozunk a mai napon, és ezt a hittitkot igyekszünk megérteni, a Szent Háromság titkát, amely a gondolkodó és az értelmét használó ember számára talán összeegyeztethetetlen, hogy hogyan lehet valami egy valóság egy is, meg három is. Nyilván itt isteni titokról van szó, amely természet feletti vonatkozású. Mégis itt van a mi emberi életünkben, és a saját emberi természetünkbe beleágyazva, ennek a titoknak a kulcsa, hiszen ha azt mondjuk, hogy Isten képmásai vagyunk, akkor mi magunk, emberek hordozunk valamit ebből a titokból, és megélünk ebből nem is akármit, hanem a szeretet valóságát, a kapcsolatok valóságát, a közösség valóságát. Éppen ezért is szoktuk leginkább a családi élethez mérni, és a családi összetartozáshoz a Szent Háromság titkát, a közösség titkát. Mert van a családban valami közös, a név, az összetartozás, a közös otthon, és ugyanakkor a család tagjai önálló személyek, személyiségek, akik éppen úgy valósítják meg az egységet, hogy megélik a maguk egyediségét, a saját értékeiket, amelyeket egymásnak ajándékoznak. Ahogy az első olvasmányból hallottuk, az Ószövetség jellemzője a szigorú egyisten hit, mert egyedül az Isten, az Úr, ő az, aki létező Isten, és az Úron kívül nincsen senki más Isten. Tehát az Ószövetség hangsúlyozza az Istennek az egységét. De az Új Szövetség bemutatja ennek az egységnek az árnyalatait, és ennek az egységnek a háromságos mi voltát. Hiszen az Úr Jézus úgy jön közénk, és úgy beszél önmagáról, mint a fiú, akit
az Atya küldött, beszél az Atya titkairól, amelyeket ő feltár előttünk, az Atya szándékairól, amelyeket ő megvalósít, és amikor távozni készül, akkor pedig beszél az Atya újabb ajándékáról, aki szintén Isten, és kérni fogja az Atyát, hogy küldje el a vigasztalót. Így tehát Jézus feltárja a Szent Háromságnak a titkát. És amit most még a gondolataimhoz szeretnék fűzni, az egy helyi adottság, itt a mi templomunkban és csodálatos mozaikunkon, hiszen itt is találunk két fajta Szent Háromság ábrázolást, amelynek megértése most főleg a baloldaliaknak és a bal középnek lesz főleg előnyös, a szélső jobb az kevésbé fogja most ezt nyomon követni, nyilván itt a szektorokra gondolok, hiszen itt most a jobboldali egyik kiemelkedő mozaikunkról van szó, az Ábrahám jelenetről, amely az ikonok világában kiváltképpen a bizánci, illetve aztán az orosz ikon festészetben alapvető jelenet a Szent Háromság ábrázolására, mégpedig az Isten, az Úr látogatása Ábrahámnál a déli melegben, a déli napszakban, amikor az öreg Ábrahám már pihenget, és búslakodik is, hogy nincsen a törvényes asszonyától utódja, és ekkor az Úr megjelenik, hogy közölje a jó hírt ennek az embernek, aki egész életében erre vágyott, hogy legyen gyermeke a saját asszonyától, és ne csak a szolgálójától, Hágártól. Ennek most az Úr megadja az élet ajándékát. Márko Iván Rupnik atya nagyon szépen és gazdagon elmagyarázta nekünk annak idején, éppen 2 évvel ezelőtt, hogy mit kell fölfedeznünk az egész mozaik együttesen, és ezen a képen is. Tablettet és mobiltelefont nem használok, de egy ilyen lézerpisztolyt hoztam magammal, mert azért mutogatnom is kell a fontos dolgokat. Tehát itt van ez a gyönyörű Szent Háromság ábrázolás, mégpedig a három angyal formájában. És megvan mind a három angyalnak a maga jelentősége, megvan a maga üzenete. Már az is nagyon fontos, hogy itt az angyalok fölött van egy fa, és a fának az ágai kereszt alakúak. Amiket most mondok, ez Rupnik atyától származó magyarázat, de nyilván most próbáljuk együtt megérteni újra ezt a gyönyörű üzenetet. A kereszt nyilván a kereszt fája és a megváltásnak is a jelképe, és nyilván a kereszt vonalában és tövében, ott középen az a valaki látható, aki a keresztért jött, a kereszt áldozatért. Tehát a képen a középső alak, a középső angyal, a fiúnak az ábrázolása. Tőle balra, vagyis tőle jobbra, tőlünk balra a baloldali angyal, az Atyának az angyala. Bizonyára jártatok olyan templomokban, barokk templomokban, amelyekben egy szem látható az oltár fölött, egy háromszögön belül, és ez az egy szem az Isten szeme, aki mindent lát. Itt is csak egy szemű az Atya, mert azok a szárnyak eltakarják, amelyek körülölelik a három vándor alakját, az angyalok alakját. Az Atya ránk néz, nem fürkésző tekintettel, hanem a szerető gondoskodással, hiszen az Atya szeret bennünket. Ebben erősített meg a mai Szentlecke, a rómaiakhoz írt levél, hogy
Isten gyermekei vagyunk, és az Atya most a gyermekeire néz, akiknek az életét akarja, és akiket közösségbe hívott meg. Az Atya arca félig takarva látható, mert mi nem láthatjuk az Atyát, mi csak annyit láttunk az Atyából, amennyit a Fiú, az egyszülött Fiú nekünk elmondott és kinyilatkoztatott. Senki nem ismeri az Atyát, csak a Fiú, és az, akinek a Fiú kinyilatkoztatni akarja, és nekünk sok mindent elmondott az Atyáról a Fiú, de mi csak majd egykor az ő színe látásában fogjuk megismerni és megérteni, hogy mennyire szeret minket az Atya, az élet ura. És ami igazán fontos, és ezt talán közelebbről lehet csak jobban látni, az Atya és a Fiú kezének a találkozása, mert az Atya áldó mozdulattal és küldő mozdulattal fordul a Fiú felé. Az áldó mozdulat nem csak Jézusra vonatkozik, hanem az Isten gyermekeire. Az Atya megáld bennünket, mindig velünk van a gondviselő szeretetével, de ugyanakkor küldi a Fiút, hiszen úgy szerette Isten a világot, hogy egyszülött fiát adta érte, hogy aki benne hisz, meg ne halljon, hanem örök élete legyen. És aztán itt van a Fiú, aki ugyanakkor rámutat a kezével az Atyára. Mind a két keze az Atya felé fordul, és ez nem csupán bemutatás, íme az én Atyám, és íme az ő szándéka, hanem az ő készséges engedelmességének is a jele. Azt mondja a Fiú, hogy én azt akarom tenni, amit az Atya tőlem kíván. Így tehát engedelmességet vállal, és így jön közénk. És aztán itt van ez a piros sebjel, ami egyébként mindenütt felfedezhető, itt az oltár kereszten is, meg ott a középső Krisztus képen. Mind ahol a Fiú jelképét látjuk, ott ez az engedelmességi jel, a sebzett szív, a szeretetnek, az élet megváltó szeretetének a jele és jelképe. És itt van jobb oldalról a Szentlélek angyala, az életadó angyal. Itt ugyan nem a Szentlélek erejéből kap életet Sárának a gyermeke, a majd megszületendő Izsák, hanem egyszerűen csak az élet továbbadása jelképeként van ez így, ez az ábrázolás, hogy betakarja szárnyával a Szentlélek angyal Sárát, hiszen ő az életadó lélek, ahogy egy hete ünnepeltük pünkösd ünnepén, életadó lélek, aki mindannyiunkat az örök élet ajándéka felé vezet. Annak idején már sokat beszéltünk erről, és már többször én is elmagyaráztam, hogy itt van három pizza, itt a mozaikok sorában, itt van jobbra egy piros, középen egy fehér, balról meg egy kék színű. Ezek, Rupnik atya magyarázata szerint, a Szent Háromság színei. Az Atya a vér színét viseli ez esetben, az élet fakasztásnak, az élet ajándékozásának, a teremtő erőnek a jelképeként. A Fiút mindig az égből várjuk, különösen adventben, és most végig az életünk és a keresztény egyház történet során várjuk az égből az ég felhőin megjelenő emberfiát, aki majd másodszor is eljön. Amikor pedig adventben, karácsonyra készülve várjuk őt, akkor pedig azt énekeljük, hogy harmatozzatok égi magasok, mert onnan jön, ahogy az égből jön a csapadék, úgy jön az emberfia, illetve az Isten fia a mennyei világból közénk. Ezért az ég színe, a kék az, az a Fiú színe. És a mindenhez illő szín, ahogyan a papnak a miseruha alatti fehér ruháját albának szokták nevezni, mert hogy fehér, és a fehérhez minden más szín használható és felölthető,
Így a Szentléleknek a tisztasága, az áttetszősége, a mindenütt jelen valósága, ez illik legjobban a fehér színhez, vagy a fehér szín ehhez az isteni tulajdonsághoz, amelyet a Szentlélek hordoz, ezért a fehér szín a Szentléleké. És nyilván felfedeztétek azt, hogy itt a három angyal, a három vándor alakján is, a baloldali angyal ruhájának a szegélye, a piros, a fiúé piros és kék, mert ő Isten is és ember, és a Szentlélek pedig a tiszta fehér színben áll előttünk a Szent Háromság ábrázoláson. Lehetne még ezeken tovább gondolkodni, vagy szemlélni ezt a szép üzenetet. Mindezt azért tartottam fontosnak elmondani, mert valahányszor bejövünk ide a mi szép templomunkba, akkor szemlélhetjük ezeket a képeket, de még inkább az üzenetet, hiszen itt a hitünk legmélyebb titkának üzeneteit fedezhetjük fel az egyház művészet ilyen csodálatos megoldásai szerint. De nem elég szemlélnünk a Szent Háromságot és annak a titkát, hanem egyszerűen tudomásul kell vennünk, a kiinduló gondolat szerint, hogy mi Isten képmásai vagyunk, őt hordozzuk, és akkor valósítjuk meg a Szent Háromság titkát, ha tudunk szeretetben élni, közösségben, közösségtudattal, összetartozás tudattal élni, ugyanis éppen azért jelenik meg közösségként az Isten Ábrahámnak és Sárának, hogy átadja a családi közösségnek a hivatását, nem csak egy terméketlen idős házaspárnak szóló rendkívüli ígéret érdekében, hanem a közösség teremtés érdekében, hiszen nem csak egy család születik ekkor, hanem ekkor születik meg a választott nép, az előképe a mi közösségünknek, az egyháznak, amely ugyancsak már az őseiben jelen van itt az Ábrahám jelenetben, a Szent Háromság látogatásánál. A saját életünk közösségei, a közösségünk szolgálata, a szeretet szálainak kötelékei valósítják meg bennünk a Szent Háromság titkát, csak azt határozzuk el, hogy nem hazudtoljuk meg önmagunkban ezt a titkot, nem cáfoljuk meg azt, amit Isten rólunk alkotott és elgondolt, hanem megéljük a világ előtt is, hogy mi a Szent Háromság egy Istennek képmásai vagyunk. Amen. Hiszek az egy Istenben. Thank you.
Testvéreim, a mennyei atya gyermekei, a fiú testvérei és a Szentlélek templomai vagyunk. Kérjük az atyát a fiú által a Szentlélekben, hogy segítse hívő népét. A Szent Háromság egyistent dicsőítsék életükkel az atya, a fiú és a Szentlélek nevében megkeresztelt emberek. A Szent Háromság egységének titka vezesse a hit és a szeretet egységére az egész keresztény világot. A Szent Háromság kiáradó szeretete vezessen minden embert az evangélium világosságára. A Szent Háromság egysége és békéje uralkodjék a népek és a vezetőik szívében. Az Atya hatalma, a Fiú bölcsessége és a Szentlélek kegyelme őrizze meg családjaink egységét és boldogságát. Beteg György testvérünknek add meg, Urunk, a Szent Háromság kiáradó, megerősítő kegyelmét. Mindenható örökisten, engedd, hogy akik a keresztségben gyermekeid lettünk, kegyelmeddel a Szent Háromság boldogító látására eljussunk, Krisztus, ami Urunk által. Imádkozzatok, testvéreim, hogy áldozatunk kedves legyen a mindenható Atya Isten előtt.
Kérünk, Urunk Istenünk, neved segítségül hívása által, szenteld meg felajánlott adományainkat, és tégy minket általuk neked szentelt örök áldozattá, Krisztus, ami Urunk által. Az Úr legyen veletek! Emeljük föl szívünket! Adjunk hálát Urunknak, Istenünknek! Mert valóban méltó és igazságos, illő és üdvös, hogy mindig és mindenütt hálát adjunk néked, mi Urunk szentséges atyánk, mindenható örök Isten. Te egyszülött fiaddal és a Szent Lélekkel együtt, egy Isten és egy Úr vagy, nem személy szerint való egységben, hanem három személyben, és mégis egyetlen lényekben. Így, amit isteni szavadra, dicsőségedről hittel vallunk, azt fiadról is állítjuk, a Szent Lélekről is hirdetjük, minden különbségtétel nélkül. És igaz, az örök istenséget úgy valljuk, hogy három különböző személyt imádunk benne, egyetlen lényekben és egyetlen fönségben. Ezt dicsőítik az angyalok és a fő angyalok, a kerub és szeráf kórusok, kik örökké éneklik és együtt zengik. Szent vagy Istenünk, és méltán dicsőít téged alkotásod az egész teremtett világ, mert fiad, a mi Urunk Jézus Krisztus által, a Szent Lélek erejével éltetsz és megszentelsz mindent, és néped gyűjtesz magad köré szüntelen, hogy napkelettől napnyugatig tiszta áldozatot mutasson be neked. Kérve kérünk tehát Istenünk a Szent Lélek által, szenteld meg áldozati adományunkat, hogy teste és vére legyen fiadnak, a mi Urunk Jézus Krisztusnak, akinek rendelése szerint ezeket a szent titkokat ünnepeljük. Ő ugyanis azon az éjszakán, amelyen elárultatott, kezébe vette a kenyeret, és neked hálát adva áldást mondott, megtörte, majd tanítványainak adta, és így szólt. Vegyétek és egyetek ebből mindnyájan, mert ez az én testem, mely értetek adatik. A vacsora után ugyanígy kezébe vette a kelyhet, és neked hálát adva áldást mondott, majd tanítványainak adta, és így szólt. Vegyétek és igyatok ebből mindnyájan, mert ez az én vérem kelyhe, az új és örök szövetségé. Ez a vér értetek és sokakért kiontatik a bűnök bocsánatára, ezt cselekedjétek az én emlékezetemre.
Íme hitünk szent titka. Annak emlékét ünnepeljük tehát, Istenünk, hogy fiad üdvösségünkért szenvedett, csodálatosan feltámadt, fölment a mennybe, és második eljövetelét várva, hálás szívvel felajánljuk neked ezt az élő és szent áldozatot. Tekints kérünk egyházad áldozati adományára, ismert föl benne fiad áldozatát, amely által kiengesztelődni akartál. Add, hogy mi, akik az ő testét és vérét magunkhoz vesszük, szent lelkével eltelve, egy test és egy lélek legyünk Krisztusban. Ő tegye minket neked szentelt örök áldozattá, hogy elnyerhessük az örökséget választottaiddal, elsősorban Isten anyjával, a boldogságos Szűz Máriával, Szent Józseffel, az ő jegyesével, Szent apostolaiddal, a dicsőséges vértanukkal, szent angyalaiddal és minden szenttel együtt. Az ő közben járásukban bízva reméljük, hogy mindenkor megsegítesz minket. Kérünk Istenünk, hogy engesztelő áldozatunk hozzon az egész világnak békét és üdvösséget. Erősíts meg hitben és szeretetben földi zarándok útját járó egyházadat, szolgádat, Ferenc pápánkat és Péter püspökünket, a püspökök testületét, a papságot és egész megváltott népedet. Teljesíts kegyesen házad népe kéréseit, hiszen te akartad, hogy színed elé álljunk. Jóságos atyánk, vondd magadhoz irgalmasan a világon szétszóródott valamennyi gyermekedet. Elhunyt testvéreinket pedig és mindazokat, akik a te kegyelmedben költöztek el ebből a világból, fogadd be jóságosan országodba, ahol reményünk szerint dicsőségedben velük együtt mi is örökre gazdagon részesülünk Krisztus Urunk által, mert általa árasztod el minden jóval a világot. Ő általa, ő vele és ő benne, a tiéd mindenható Atya Isten, a Szent Lélekkel egységben, minden tisztelet és dicsőség mind örökkön örökké. Üdvözítőnk parancsára és isteni tanítása szerint így imádkozunk. Megkérünk, Urunk, minden gonosztól, hagy kegyesen békét napjainkban, hogy irgalmadból mindenkor bűn és baj nélkül éljünk, míg reménykedve várjuk az örök boldogságot, és üdvözítőnknek, Jézus Krisztusnak dicsőséges eljöttét. Jézus Krisztus, te azt mondottad apostolaidnak,
Békességet hagyok rátok, az én békémet adom nektek. Ne vétkeinket nézed, hanem egyházad hitét. Őrizd meg szándékod szerint békében, és add meg teljes egységét, aki élsz és uralkodol mindörökkön örökké. Az Úr békéje legyen veletek mindenkor. Köszöntsétek egymást a béke jelével. Az Isten báránya, íme aki elveszi a világ bűneit, boldogok, akiket meghív asztalához Jézus az Isten báránya. Uram, nem vagyok méltó,
nincs rá lehetőség, hogy valósággal megáldozza szentmisén, áldozzál legalább szívedben és lelkedben, égő vágyakozással egyesülve az üdvözítő életadó testével. Szalézi Szent Ferenc. Jézusom Istenem, hiszem, hogy irántam való szeretetből szenvedtél és meghaltál a keresztván. Hiszem, hogy az oltári szentségben jelen vagy, mert te mondtad, aki örökké igazmondó vagy. Jézusom Istenem, mindennél jobban szeretlek. Teljes szívemből és minden erőmből szeretlek, mert végtelenül jó és szeretetre méltó vagy. Irántad való szeretetből szánom és bánom, hogy megbántottalak. De többé nem vétkezem, inkább meg akarok halni, mint vétkezni. Utánad vágyódik a lelkem. Jöjj Jézusom, jöjj szívembe, és maradj velem. Átkarollak, mintha valóban bennem volnál. Örök hála jóságodért. Ámen. Könyörögjünk. Urunk Istenünk, e szentségvétele és az örökké való egy és oszthatatlan Szent Háromság megvallása szolgáljon testünk, lelkünk üdvösségére, Krisztus, ami Urunk által. Imádkozzunk a Nemzetközi Eukarisztikus Kongresszusért. Mennyei Atyánk! Hogy az önmagát értünk feláldozó, és az oltári szentségben velünk levő Krisztus, kedves testvéreim, a mostani imához szorosan kapcsolódnak az első hirdetések. Egy hét múlva az oltári szentség ünnepe, az Úr Jézus szent testének és vérének ünnepe lesz az Úr napja, amit hagyományaink szerint körmenettel is megünneplünk, amennyiben az időjárás megengedi, akkor a környező utcákon is végig megy majd a körmenet, pontosabban a templommal, a templom kerttel szemközti háztömböt szeretnénk megkerülni. A négy oltárt itt a templom kertben állítanánk fel, egyet itt a Szent Mihály szobor közelében, a közösségi otthon mellett, a másikat a Gazdagréti úti kocsibejárónál,
a harmadikat itt középen a középső kapunál, és a negyedik az pedig a két évvel ezelőtti megoldás szerint fenn a karzaton, illetve a középső erkélyen lenne itt kívül a templom homlokzatánál. Szeretettel kérem a virág, illetve a virág sziromgyűjtést, illetve a négy oltárhoz a segítő kezeket, akik előkészítik majd a úrnapi oltárokat. Ha nem esik az eső, tehát akkor még kimegyünk az utcára is. Úrnapja előtti estén, június 2-án, délután 5 órától világméretű szentségimádás kezdődik. Fábri Kornél atya, aki az eukarisztikus kongresszus szervezője, előkészítője, az úrnapja előestén ezt hirdette meg, amelybe a mi közösségünk is bekapcsolódna a Szent Pió kápolnában már folyamatban lévő örökimádással. A hírlevélben megadott módon lehet a kongresszus honlapján regisztrálni. Fontos, hogy akik szeretnének ebbe bekapcsolódni, jelentkezzenek, hogy a szervezők lássák, hogy hányan is voltunk, vagy lehetünk együtt az oltári szentség imádásában. Ennek tehát a gyakorlati információi a hírlevélben, az angyalszóban megtalálhatók. Ugyancsak még ez a téma az idei első áldozás, amelynek a fényképeit a megfelelő módon még május 31-ig letölthetjük a megadott honlapon, ahogyan azt megtaláljuk a hírlevélben. Az örökimádás folytatódik, továbbra is várjuk a jelentkezőket, különösképpen a még be nem töltött időszakokra, sok esetben éjszakai időben, vagy pedig a hétvégi időpontokban. Június 15-16-17-e az újabb jegyes oktatás időpontja, erről is olvashatunk a hírlevélben. Két álláshirdetést is beírtam a mostani angyalszóba, továbbra is keresi a libanoni nagykövetség a házvezetőnői szolgálatra a jelentkezőt, illetve ismét a 23. János Katolikus Szeretet Otthon konyhai dolgozót keres, úgy, mint az elmúlt nyáron. A megadott telefonszámon lehet az intézmény vezetőnél, Baróti Hajnalnál jelentkezni. Amikor szemléltük a Szent Háromság képet, egy idegen szó elkerülésével próbáltam ezt bemutatni, de Rupnik atya sokszor használja kommunikáció kifejezést, mind az angyalokra, hiszen ők olyan szereplői a teremtett világnak, akik az Isten és ember közötti kommunikációban részt vesznek, és ugyanígy a Szent Háromság képnél is ezt el kell mondanunk, hiszen az Isten kapcsolatba akar lépni velünk, ezért is jelenik meg angyalok formájában Ábrahámnak és Sárának. Sajnos a mi közösségi kommunikációnk nem mindig tökéletes, főleg aztán most még nehezebb lesz ezzel az új adatvédelmi rendelkezéssel, amelynek számtalan feladatai vannak, de minden esetre a természetes kapcsolattartásban is vannak még hiányosságaink, nem vagyunk még jók az időbeni és hatékony közlések dolgában. Így adódik az, hogy például ma is két koncert lesz itt a templomban, amelynek nem csináltunk nagy hírverést, de délután 3-kor folytatódik Szilágyi Gyula orgonaművésznek a sorozata, az a 7 részes
orgona koncert sorozat, amelynek keretében Francisco Correa de Araújo műveit adja elő a Facultad Organica mind a 69 darabját. Ennek tehát a következő koncertje lesz, majd pedig később esti időben egy másik szép kórus hangverseny is lesz, akik mint vendégek kérték a templomunk használatát, de nyilván a helyi közösség élhet ennek a lehetőségével, hogy így módon is a kultúrában gazdagodjon. Ugyancsak egy nagyon fontos esemény szerveződik, igaz, hogy az Apostol Televízió folyamatosan hírt ad erről, és értékes beszélgetések is elhangzanak a mi televíziónkban, de így a hirdetésekben nem tettük még ezt közzé, hogy június 8-án, 9-én és 10-én Mária Bestyőn megrendezik az úgynevezett Mladi Festet, a Medjugorjei Ifjúsági Találkozónak a magyar változatát, és ebben mi is szerepet vállaltunk az Apostol Televízióval, illetve Bese Gergő atya, akit már jól ismertek, ő az egyik főszervezője, aki számít a segítségünkre, illetve a részvételünkre is. Ennek egyik előzménye lenne június 7-én, csütörtöki napon este egy libanoni kórus koncert, illetve zenei előadás, amelyet még a részleteit mellőzve, de most már szeretnék itt meghirdetni. Annál is inkább, mert egyre mélyebben szeretnénk a libanoni kapcsolatainkat építeni, ezért hirdettem meg a libanoni zarándoklatot is, október 21-e és 27-e között. A nyáron talán sor kerül a keresztelő kápolnának az elnevezésére, amelyet Szent Sárbel atyáról szeretnénk elnevezni, és ez is egy kiváló alkalom a kapcsolatépítésre, hogy egyenesen ide a mi templomunkba érkezik ez a libanoni énekegyüttes. Ez tehát csak mind előzetes, de igyekszünk egyre jobban és részletesebben a híreinket, lehetőségeinket közzétenni, és a kapcsolatainkat építeni. A Jóisten áldását kérjük, kérem ezt a jelenlévőkre és a televízió kedves nézőire, hogy legyünk hiteles képmásai a Szent Háromság egy Istennek. Az Úr legyen veletek! Áldjon, őrizzen és védelmezzen benneteket a mindenható egy Isten, az Atya, a Fiú és a Szentlélek. A Szent Mise véget ért, menjetek békével. Szent Mihály arkangyal, Jézusom szent szíve, Szűz Mária kegyelmek anyja, magyarok szent őrangyala, Szent Pió és Szent Sárbel atya, mindnyájan szent angyalok és Istennek minden szentjei,